mióta ez a könyv megjelent, már nagyon sok új technika érkezett, különösképpen a digitális technikát értem ez alatt. Így a könyv korábbi öt fejezete, most bővül egy hatodik fejezettel, ez a hatodik fejezet lesz a digitális technika, ami magában öleli az intraorális szkennereket, laborszkennereket, 3D nyomtatókat, tehát a teljes digitális fogászatot. Azért döntöttünk úgy, hogy kiadunk egy új fogpotlástan könyvet, mivel nagyon sokan keresték, és már nem lehetett kapni, elfogyott ez a kiadvány. Gondolkodtunk azon, hogy újra nyomjuk, de ez nem lett volna igazán szerencsés, mert mióta ez a könyv megjelent, már nagyon sok új technika érkezett, különösképpen a digitális technikát értem ez alatt. Így a könyv korábbi öt fejezete, most bővül egy hatodik fejezettel, ez a hatodik fejezet lesz a digitális technika ami magába öleli az intraorális szkennereket, laborszkennereket, 3D nyomtatókat, tehát a teljes digitális fogászatot, és úgy gondoltam, hogy ez a könyv tartalmaz olyan alapértékeket, amit nem szabad kivenni belőle, viszont mindenféleképpen frissíteni kell, és ezért gondoltam, hogy ez az update lesz igazán a neve, tehát nem egy teljesen új kiadás lesz, nem is a régének az új nyomása, hanem a kettőnek egy ilyen ötvezete, körülbelül 30%-ban maradnak benne régi alapértékek, amiket nem szerettünk volna hagyományos fogpotlásból kiemelni, és kb. A 70 75 a pedig teljesen új anyagokból és új tematikákból fog állni. Ajánlom mind fogtechnikusoknak, mind fogorvosoknak, én azt hiszem mind tanulóknak, egyetemi hallgatóknak nagyon hasznos segédanyag lehet a tanulmányaik során.